Újabb szakaszon a Rózsa utca és a Szilágyi utca között a déli oldalon folytatódik a Görgei Artúr út idén februárban elkezdett felújítása. Június 13-án kezdődött a rekonstrukció második üteme, amelynek során nem csak az úttest újul meg, hanem a 12-es és a 14-es villamos pályája és megállói is, illetve kétirányú kerékpársáv is létesült. A munkálatok második szakasza várhatóan augusztus 3-áig tart. Ez alatt az idő alatt a 12-es villamos közlekedése a teljes vonalon szünetel, a 14-es villamos pedig a Lehel tér, Szent István tér, Újpesti piac között közlekedik. Ez a kontrollbusz a Görgei Artúr úton és a Leiningen Károly utcán át Káposztás-Megyer Mogyoródi patak felé közlekedik. A felújítás három ütemben történik. A most induló másodikban, az első ütemmel indult felújításokkal egy időben, a jelenleg igénybe vett szakaszon kívül az István úti ív, Erkel Gyula és Rózsa utca, Jósika utca közötti szakasszal bővül ki a kivitelezéssel érintett terület. A közösségi közlekedést érintő változásokról, a pótlóbuszok menetrendjéről és a megállóhelyek változásáról a BKK honlapján lehet részletesen tájékozódni.